Adom meg a szót a KDN részéről, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az oltásokról szeretnék beszélni, de az első szó mindenképpen csak a köszöneti lehet. Nem tudunk eléggé hálásak lenni mindazon orvosoknak, ápolónőknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, akik az első sorban válnak vetve, küzdenek a vírus ellen és az emberi életek megmentésért. Köszönjük szépen emberfeletti helytállásukat! A világ lassan egy évbe, hadban áll egy szabad szemmel nem látható, de annál veszélyesebb ellenséggel. Lassan egy éve annak, hogy a világon mindenhol, így nálunk is, kénytelen vagyunk mindennapjainkat, személyes kényelmünket és szabadságunkat alávetni a koronavírus elleni háborúnak. Viszont mint minden háborút, ezt is csak munícióval tudjuk legyőzni és megnyerni. A koronavírus ellen folytatott küzdelem leghatásosabb muníciója, leghatásosabb fegyver, az pedig az oltóanyag. Mivel azt tapasztaltuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy az európai vakcina beszerzés akadozik, a magyar kormány helyesen döntött úgy, hogy minden lehetséges irányban tárgyalásokat folytat vakcina beszerzés ügyében, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva a brüsszeli beszerzésnek. Ezt természetesen a baloldal kritizálta, de ma már a nyugati vezetők is Magyarország álláspontján vannak, emlékezzenek csak Macron francia elnök múlt heti szavaira, aki azt mondta, hogy Európának szüksége van az orosz és a kínai vakcinára is. De Magyarország ebben először lépett, és emiatt van az, hogy ma élen járok átoltottság területén az Európai Unióban. Az átoltottság alapvetően két szemponttól függ. Egyrészt az, hogy mikor és mennyi vakcinánk van, mikor érkeznek újabb és újabb vakcinaszállítmányok. De a másik fontos szempont az az oltások iránti bizalom. És ez utóbbit, az oltások iránti bizalmat próbálja aláásni a baloldal oltás ellenes kampányával és megszólalásaival. Hihetetlen felelőtlen az, hogy a baloldal bizonytalanságot kelt a vakcinákkal szembe, már pedig ezt teszi, csak azért, hogy lassítsa a járvány elleni védekezést. És pontosan tudják önök is, baloldali képviselőtársaink, hogy csak olyan vakcinával oltanak Magyarországon, ami biztonságos, és a szakemberek jóvá hagyták azt. Azaz a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az OGI, azaz az engedélyező hatóság szakemberei alaposan megvizsgálták azt. Ahogy találó a Merkeli Béla, a SOTE rektora is azt mondta nemrég, hogy az a jó vakcina, amelyik már a válban van. Ráadásul ő is az orosz vakcinával oltatta be magát. De a baloldalnak ez sem elég. Továbbra is arra buzdítanak, hogy európai engedély nélküli vakcinával ne oltassák be magukat a magyarok. Ez elképesztő felelőtlenség. Egyrészt azért, mert fittyet hánynak a magyar szakemberek véleményére, semmibe veszik őket. Önök tisztelt baloldali képviselőtársaim komolyan gondolják, hogy magyar felelős szakemberek engedélyeznének olyan vakcinát, amelyek kapcsolatban bármi aggály felmerül? Hát itt a saját honfitársaikról van szó. Másfelől azért felelőtlenség, amit csinálnak, mert ezzel lassítják a védekezést. Az pedig már több, mint felelőtlenség, hogy mindezt politikai okokból csinálják, csak azért, hogy a lassú védekezésből eredő elégedetlenség a Fidesz-KDNP-re hújjon vissza, önöknek meg politikai hasznot hozzon. Ezt egy baloldali elemző ki is mondta, hogy ez az ön stratégiájuk, ezt is csinálják. Az, hogy mindezt egy járvány kellős közepén teszik, az önöket nem érdekli. Hogy az oltás elleni hangulatkeltésük emberilletekbe kerülhet, az sem érdekli önöket. És sokszor mondják, hogy ez nem igaz, hogy nem állítunk igazat. Tehát önöket múlt héten a saját főnökük, Gyurcsány Ferenc buktatta le. Múlt héten, éppen egy héttel ezelőtt parlamenti felszólalásában Gyurcsány Ferenc a következőt mondta. Én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb, persze lesz az orosz meg a kínai vakcinának is európai engedélye. Ezek szerint önök, amikor az oltás ellen kampányolnak, akkor pontosan tudták korábban is, meg most is pontosan tudják, hogy ezek biztonságos vakcinák. De mégis azt javasolják a magyar embereknek, hogy ne oltassák be magukat olyan vakcinával, amelynek csak magyar engedélye van. Hát hogyan fognak elszámolni tisztelt baloldali képviselőtársaink a lelkiismeretükkel? Ugyanis lesznek olyan emberek, akik a maguk szava miatt nem adatják be ezeket. És mi lesz, ha őket esetleg megbetegszenek? Ne adj Isten, halálos áldozat is lesz közöttük. A vakcina életet menthet, értsék már meg.
ezekben az esetekben, függetlenül, hogy honnan származik, önök mégis ezek ellen kampányolnak. Szégyeljék magukat, és fejezzék be az oltálás ellenes kampányokat. Köszönöm szépen!